nézzük, mit rejt életem első temórendelése. Bontsuk ki együtt a csomagokat. Megmondom őszintén, egy kicsit boomer vagyok ezekben a shoppingokban. Nehezen adok bizalmat az előrefizetéseknek. Shinről is életemben egyszer rendeltem, csak Fixinek egy olyan téli kabátot, ami Magyarországon nem volt már elérhető. Nálunk itt és Medoxa rendszeres Shinrendelő. Meglátjuk, hogy nekem megmarad-e ez a temuzás. A rendelésemet december 25-én adtam le. Január 4-én szinte maradéktalanul meg is érkezett. Ez egy fürdőkádba való nyakpárna, amit Viki fürdőbombás videóiban láttam először. De szép, olyan, mint a parfümös izé. Parfümös izé alatt a Demarli Delina üvegcsémre gondoltam, amit egy előző videómban már láthattatok. Ez elvileg egy hőre változó ajakbalzsam, és per külsőre elég tetszetős, illatra egyáltalán nem. Ez egy kitömő szivacs a cipőimben, amik nagyok rám. Ez pedig egy trendi fülbe való, ami karcosan érkezett. Gyűrű szűkítő, mert azok is nagyok rám. Mosdótó folyó gyűrű. Ezzel szerencsém volt, mert pont ilyeneket akartam pótolni. Szemöldökolló Rolina, ezek pedig hajkefe tisztítók nekünk csajoknak, ami szerintem elég jól működik. Úgyhogy ezzel a lendülettel ki is tisztítottam a 120 hajkefémet. Na jó, ez kicsit túlzás volt. De így éltem meg a folyamatot. Összecsukható sminkecset tisztító párna. Ezek pedig nagyon cuki új méretű púderpamacsok, amik vízcsepp alakúak az alapozáshoz és korrektor felvitelhez. Hajpánt és csuklópánt az arc letisztításához. Szerintem nagyon hasznos dolog, több is van belőle. Ebbe a pumpás üvegcsébe pedig a micellás vizemet szoktam rakni. Ez pedig egy káposztareszelő, de nem igazán működik jól. Pöttyös kis retro köténke a konyhában. Hát ezt olyan 10/6-ra értékelem, mert a fotókon sokkal jobban nézett ki, mint rajta. Ettől függetlenül nagy lendülettel fogom belevetni magamat a konyhai munkákba. Az a tervem, hogy sokkal többet fogok főzni magamnak. Tudjátok, én vagyok az egyetlen meg a családban. Helytakarékos ruha akasztók a gardróbomba, talbetét magas sarkú cipőbe, burgonya rács készítő, ezekben a dobozokban helytakarékos cipőtartók vannak, ha pedig azt néztétek, mennyire le van nőve a körmöm, a felvetés jogos, update-elni fogom hamarosan. Sajnos leesett a csiszológépem, és újat kellett rendelnem. Mindeközben Medox bele is vetette magát a munkálatokba, mert az erőkifejtős projekteket még halasztanom kell. Nagyon komoly túlfolyó szerviznek lehettek tanúi, és a nyakpárna is a helyére került, aminek igazán örültem. Végre nem fogok lecsúszni a kádban. Mondjuk még 2 hétig nem élvezhetem a kádfürdőzés előnyeit. Bár ezeket konyhai szőnyegnek titulálta a Temu, nálam a fürdőszobánkban kaptak helyet. Minőségre elégedett vagyok, a színnel még barátkozom. Kezdek egy kicsit kiszorulni a gardróbomból, úgyhogy elsőre ezeket találtam ki helytakarékosságnak. A cipőtartót ránézésre kép alapján fehérnek gondoltam, úgyhogy ezzel a sárgás beütéssel ért egy kis csalódás. Csak azért nem bánom annyira a dolgot, mert ez egy átmeneti megoldás, amíg találok egy ide élő bútorlapból készült darabot. Jó, hát ez a cipő ránézésre sem fog beférni, de próbáljuk meg, ahogyan ezeket a szeletelőket is próbálgatjuk.